Sziasztok! Ez itt az idei év második True Style magazin epizódja. Műsorunkban portrékat készítünk harcművészekről és harcművészetekről, amit a truestylemagazin.hu-n tudtok megnézni. A nevem Povázsai Laci, és most bemutatom nektek a Keiko Akadémiát, ahol Katori Sintorjúval és a munkájával foglalkoznak. 1993-ban kezdtem el konkrétan harcművészettel foglalkozni. Sport előzménye van ennek, én vízilabdáztam, meg kajakoztam, volt egy rövidebb szünet, és akkor 19 évesen úgy éreztem, hogy valami újba kell fognom, és így jött a Aikido. Több hónapot töltöttem el Japánban is ez ügyben, azonban valami hiányzott nekem ebben, és volt szerencsém összefutni egy olyan mesterrel, aki egyébként aikidós volt, csak aztán ő elkezdett foglalkozni mélyebb a harcművészetek mélyebb eszenciájával, konkrétan mondjuk az Aikido előzményével, és ott is a Daitoryu-nak egy speciális technikájával, és átváltott erre a dologra. Amikor ő váltott, pont én is hozzá fordultam, hogy tanítson engem, és egy nagyon szigorú és klasszikus tanulási, vagy tanítási rendszert kaptam végül is tőle. Ez a klasszikus módszereket tanító mester, ő egyébként Katori Sintoriút is tanult, és tanított is. Vele ezt elkezdtem gyakorolni, de az is eléggé, hogy mondjam, nagyon kíméletlen módszer volt, konkrétan egy-egy formát mondjuk éveken át kellett csinálnom. Nem annyira technikákat mutatott nekem, hanem rámutatott egy olyan útra, amelyen az ember tényleg egy valós önfejlesztést végezhet. Ez a fajta gyakorlás elvű gyakorlás, nem pedig a tanítás elvű gyakorlás, ez nagyon meghatározta aztán a gondolkodásomat. Ugye a Japánban ezt a gyakorlást, ezt az ilyen típusú edzést, a test megedzését tánrennek hívják. A tánren az azt jelenti, hogy olyan gyakorlatokat talál ki, vagy olyan gyakorlatokat végezzél, amikkel helyes test használatot hozol létre. Katori Sintoriú egy 600 éves harci művészet, talán a legrégebbi intézményesült harcművészet, amely végül is az adott formákat, lehet azt mondani, hogy 600 év óta változatlanul gyakoroltatja. Rendkívül sok harcművészeti ág van benne, ugye ez a Bugei-Juhappan, ez a 18 harcművészeti ágat összetömörítő egység volt. Ebből manapságban nem gyakoroljuk mindet. Például nem gyakorlunk jóslást, vagy ezt a Inyo, a Yin-Yang tudományát, viszont gyakorlunk például éleskarddal, shurikennel, naginatával, alabárddal, hosszúbottal, karddal, és ezeknek az egysége adja végül is a harci repertoárját ennek a rendszernek. Alapvetően két egységre bomlik, van az egyedül végrehajtandó technikák sora, ez az iaijutsu, amikor éles karddal gyakorlunk, és vannak a páros gyakorlatok, amikor fafegyverrel. Fontos megjegyezni, hogy ezek
formagyakorlatok. Ugyanakkor nagyon az én oktatóm, az én mesterem, az nagyon élővé tette ezeket a formagyakorlatokat, vagyis nem arról szól, hogy monotonan ismételjük, és akkor esetleg abban jutunk előre, hogy egyre gyorsabban tudjuk ezeket végrehajtani, sokkal inkább arról van szó, hogyha megtanultad a formákat, akkor azon belül az applikációkat észreveszed, és azokat tudod működtetni. Így egy izgalmas vívássá válik ez a gyakorlás, de nem szabad vívássá, mert az borzasztó veszélyes lenne, ugye még csak fakarddal is, hanem egy játékos, páros gyakorlat, ahol azonban a haladóbb az mindenképpen meg tudja mutatni, hogy magasabb szinten űzi a technikákat. Három lábon áll, illetve három lépcsőfokot kell meglépni ahhoz, hogy valaki fejlődést érjen el. Az első lépcsőfok, amikor az ember elkezd gyakorolni, az első lépcsőfokon elkezd a saját testével foglalkozni. Ez az időszak arról szól, hogy a testtartásodat, a testhasználatodat önmagad számára kijavítsd. Megtanulsz állni, megtanulsz mozogni, partner nélkül egyszerűen kijavítod azokat a hibákat, amik a testhasználatod során kialakultak. A második lépcsőfokon ezt párban összerakjátok. Ugyanolyan a társad, aki szintén önmagával foglalkozik, odaáll veled szembe, és speciális gyakorlatokat végez veled, aki szintén a saját testhasználatoddal foglalkozol. Ilyenkor még nincs különösebb egymásra hatás, a keretek összeilletéséről van szó. A harmadik szint a vége, úgymond, amely persze végtelen perspektívát nyit, de az ember végül is hamar bele tud abba is kóstolni, és bele is kell, az pedig a hatásoknak a feltárása. Hogyha ez a két keret hogyan hat egymásra, milyen erőket tudsz mozgatni, hogyan fogadod be a másikat, hogyan időzítesz, az már a harcművészet mélysége. Egyszerre van meg benne a modernitás és a hagyomány. Modern azért, mert egy nagyon új harcművészet. A jelenleg az alapítója 47-8 éves fiatalember, aki azonban hagyományos rendszereket tanult és azon nevelkedett. Ez abszolút meg is látszik a rendszerében, hogy bár nagyon modern, nyitott, rugalmas, nincs benne csomó ilyen séma, csomó viselkedési forma, elvárás, nincs benne, de ugyanakkor a szisztémák, ahogy a régi emberek edzettek, az nagyon komoly hangsúlyt kap. Ebbe a képbe illeszkedett nagyon jól mind a Katori Shintoryu vonalon Sugawara szenszéjel való találkozás, illetve a Aonkai vonalon Akuzawa szenszéjel való találkozás, hiszen őnekik mind a kettőjüknek markánsan ugyanez az alapja. Pusztán más-más formát öltve, egyiknek Katorit, másiknak Aonkait. Meg kell vizsgálni, hogy mi egy harcművészeti gyakorlásnak a célja. Én azt, ha így összegezni szeretném, akkor azt mondom, hogy végülis a harcművészetek azok spirituális utak. Egy spirituális út az arról szól, hogy végig is egyszerűsítve, hogy hogyan váljál jobb emberré. Helyesen kell lefektetni az alapelveket, egy oktatónak az a felelőssége, hogy ezt ő megtegye. Ha egy szóval szeretném úgy definiálni azt, hogy mi az, amit én szeretnék magam is a gyakorlásaim során idejobban elsajátítani, és szeretném, ha az emberek is ez ügyben előlépnének,
az az, hogy érzékenyé váljanak, érzékenyé a környezetükre, érzékenyé saját magukra. Az ember felnőtt korára, amikor elkezd harcművészetet gyakorolni, akkor számtalan szokást kiépített már magában. Nagyon sok rossz szokása van, a test használatában épp úgy, mint mentálisan, viselkedésében, mint reakcióiban, és a harcművészet ez nagyon nagyszerű eszköz arra, hogy ezeket fölismerjed. Ha ezeket fölismered, és megfelelőek a módszerek, akkor ezekre a hibákra reflektálva, tudatossággal ezeket meg tudod változtatni. Erről szól a gyakorlás. Ha 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 ha!